Hát ennek sok ideje van mostában, mert 8-tól hajnali 5-ig tud gondolkodni. És megjött neki valami, amitől beleállt az ideg. Nem. Ez csak egy ilyen jelenséget. Mint jelenség úgy gondoltunk, hogy beszélünk róla, ez a influencerkedés, ami igazából szerintem még ez az influencer dolog, ez olyan, hogy mindenki tudja, hogy mi az, de úgy nagyon senki se tudná elmondani a jelentését. Valahol én olvastam egy ilyen meghatározást, hogy valamit kiváltson, valami reakciót. Tehát ez az nyilván, hogyha eladói oldalról közelítjük meg a dolgot, akkor azt váltsa ki, hogy te vegyél valamit. De ezek az átlag insta influencerek, akár fiúk, akár lányok, ezek hát azon kívül, hogy a motorjukat fotózzák különböző szögekbe, vagy magukat és a motorjukat. Ezen kívül olyan nagyon... Érdekes, mert Andy Warhol volt még, aki azt mondta, hogy a jövőben mindenki híres lesz 15 percre. És ez valahol látnok volt az űrge, mert ezt a világot vetítette előre, de hát ez már egy több évtizedes, sok évtizedes mondása volt. És tulajdonképpen ott tartunk, hogy most mindenki, ugye vannak ezek a csatornák, ahol mi is létezünk, és lehet, hogy mi is része vagyunk ennek az egésznek, sőt, szinte biztos, hogy vannak felületek, ahol te elérsz embereket, és viszont az inger küszöb mászik egyre fölfele, és most már egyre nagyobb marhaságot kell ahhoz csinálni, hogy te téged nézzenek, meg kövessenek, és azért ezeknek az influencerek próbálnak megfelelni így alaposan. Nem? Tehát én azt látom, hogy azért ez néha ilyen, ez a Darwin díjas vetélkedőnek tűnik leginkább, hogy... Igen, és hát sajnos vannak. Mert vannak áldozatai ennek. Vannak áldozatai, így van. Tehát bármelyik műfajban motoros csajokat is tudnánk felsorolni, de hát akik mit tudom ezekkel az épületeken, meg kiállok a szélére, meg ilyesmi, tehát azért ez is egy őszinte műfaj a maga módján, mert hogyha elég hülye vagy, akkor előbb-utóbb rajta vesztesz. Így van. Illetve ez érdekes, hogy milyen gyakorlati haszna van. Nagyon sokszor jön, nem csak motoros témába, bénázik, tehát vannak ilyen motoros összeválogatások, hogy felül rá, anyuka a cross motorra az udvaron, még kettőt ér ráadásul, húz egy nagy gázt, egy keréken beleszágódozik a bozótba, meg a kerítésbe. És van egy csomó olyan dolog, és én már ezeket nem tudom megnézni őszinte mosolyjal. Mert én tudom, hogy az mocskosul fájt. Ugye nekem is megvolt a megfelelő mennyiségű perecem, tehát ilyenkor felsziszenek, és inkább bel is lapozok, tehát az... De jó béna, de az nem vicces. Az emberi természet ilyen, tehát vagy másnak a nyomorán tud jót nevetni, vagy másnak a jólétén tud vágyakozni talán. Hát vagy irigykedünk, vagy kárőrvendünk. Így van, ez a két dolog a leg... Bár én próbálom ezt a jellegű magatartásomat kordában tartani, és én megpróbálok mostában inkább pozitív. Tehát... Volt időszak, amikor az úgy jellemeztek engem, hogy körülbelül 2 szóvatok bárkit úgy megbántani, hogy soha büdös életben vele többet beszéljek, de ez nem egy pozitív dolog, és én próbálom ezt a jellegű képességemet, ha úgy tetszik, szuperképességemet visszafogni, és, mert nem, ez nem épít, ez rombol, és ettől igazából nekem se lesz jó, meg neki se. De van egy csomó dolog, amivel viszont támogatni tudjuk a népet, és az interneten ott vannak a megfelelő követendő példák, a megfelelő információk, csak most már nem is azt mondom, hogy ezrével vannak, hanem tízezrével, százezrével vannak a hülyeségek körülött, és nehéz megtalálni, de azért rá lehet találni, nem? Rá, persze. Például olyan versenyzőknek a videoblogjára például, mint a Silvian Zsintolli. Aki azért összegrundolt egy Superbike világbajnoki címet. Így van, és ráadásul olyan annyira élvezetesen, meg érthetően magyarázza el a motorozás fortiait, hogy attól még nagyon nem is, nagyon tényleg keresni kell a minőségi tartalmat a motorozás témába. Akkor említhetném még az Alberto Nascat. Alberto Nascat azért le a kalappal, mert nagyon jó videókat csinál, ott is érthető a dolog. És ő tényleg magát építette fel a nullából, és itt nem a média karrierre gondolok, vagy nem az influenceres karrierre, hanem a motorversenyző karrierre. Bár azt is nagyon módszeresen építette, arra is van egy videója. Sőt, egyáltalán igazából a motoros karrierét is, mert ha jól emlékszem, ő igazából nem is nagyon motorozott. Nettó többé nem volt az elején, de tényleg. Most pedig az olasz bajnokságban húzza a gázt egy eredgyel, nem is eredménytelenül. Igen, hát ő azt az utat járta különben, hogy ő nem bénázott magától nagyon sokáig, hanem olyan emberekkel, Nikola Kanapával, meg olyan emberekkel beszélgetett, akitől azért úgy lehet tanulgatni, és ráadásul úgy néz ki, hogy,
hogy ő meg is fogadta ezeket a dolgokat, amiről a videókat csinálja, és elég jól fejlődött. Hozzáteszem, azért oda lehetőség is kell, tehát jó a lelkesedés, de ha nincs pénzed pályanapra, jó motorra, gumira, akkor azért úgy nehéz. Neki az se volt egyébként, csak hát nyilván mondjuk egy Olaszországban, egy nagyobb piacon nyilván azért egyszerűbb neki, vagy egyszerűbb ezeket a feltételeket megteremteni. Hát egyrészt szerintem ott ez megint, nem tudom, annyiszor elmondtuk már, tehát ami Magyarországon van motoros biznisz szempontjából, az a hiba határ. Ez igen, az ami hiba, nem csak a hiba, de maga a szemlélet is. Tehát az, hogy egy pici piac, de még marhaságokat is csinálnak, azok, akiknek jó kéne csinálni a dolgokat döntő többségében, tehát ott az összes okos marketinges arra, hogy egy pici piac, nincs rá pénz. Jó, és akkor miért vagytok itt? Tehát ez érdekes kérdések, úgyhogy én is voltam motoros marketing, és én is csináltam ezt a dolgot, de én azért alapvetően más meggyőződésből, ha már itt az ember, akkor próbál adott lehetőségekből kihozni valamit, mert nálunk kisebb piacokon jobban működő aktivitásokkal találkozik az ember, azt pedig onnan tudom, hogy amikor én ilyenekkel foglalkoztam egy nagy multi cégnél, akkor regionálisan voltam érdekelt a motorkerékpár marketingbe, tehát láttam azt, hogy adott esetben cseheknél, szlovákoknál ittottam ott viszonylag hasonló méretű, vagy akár kisebb piacon is mik vannak, de ez egy másik történet. Influencerekkel kapcsolatban brutális, hogy mi van különben. Tehát vannak magyar youtuberek, YouTube sztárok, aranyosak ők, de hogy mit néznek rajta 50 ezeren, azt én megmondani nem tudom. Fölült a motorkájára, megy az utcán, és magyaráz a sisak alatt. De még azt, hogy mennyire hasznos vagy érdekes, az is önmagában egy kérdés. Számomra nem volt semmi olyan lebilincselő benne, ami indokolná ezt a nézettséget. Valószínűleg ez az, hogy vénülünk, inkább ez lehet a magyarázat erre, hiszen azokat a videókat is százezrek nézik, ahol egy videójátékot más játszik végig. Tehát valahogy ugyanez lehet a pszichológiája a dolognak. Igen, mert Csabinak pont az öccse benne érdekelt ebbe a bizniszbe, és olyan számokat hallok tőle, hogy már Magyarországon, ami ugye tudjuk, hogy kicsi piac, mert az előbb magyaráztunk meg, és ez nem csak motorban kicsi piac, hanem általában kicsi piac mindenben, itt a játékokban, csak ott valószínűleg más a matek. Emberek abból élnek, hogy naponta játszanak, és ezt mások nézik. Pontosan. Pedig az aztán olyan nagy különbség nincs tehát mind a kettő virtuális világ, amíg a motorozásnál legalább ott van, hogyha csinálod, akkor azért az erősen más élményt ad, Ez egy érdekes kérdés vett föl, hogy kellett csinálni. Tudok olyan neves magyar motorversenyzőtől, akit mondjuk én nevesnek ismerek, gondolok, meg tudok róla. Magyarországon azt mondom, hogy Kispataki Viktor, nagyon sokan nem kapják fel a fejüket. Ő egy olyan eredményes gyorsasági motorversenyző volt, aki több magyar bajnoki cím, Alpokadria cím mellett még Endurance VB dobogón is át. Ő jelen pillanatban most ilyen online játékban megy nagyon jól, és szerintem ő is tud ebből profitálni, úgyhogy megdöbbentő dolgok ezek. Néhány évvel ezelőtt keringett az interneten egy videó, ami igazából egy animáció volt, azt hiszem a Ride nevű játékból, ahol egy S1000RR volt a képernyőn, és motoros fórumokban az emberek úgy osztogatták meg, mintha ez egy valós videó lett volna. Tehát olyan szinten életszerűtlen fizikával mozgott benne a motor, és az emberek osztogatták, hogy azt a mindenit. Igen, tehát azért ez is sokat elmond az egész történetről, amiben élünk. Nem tudom, Péter, mi legyen itt a tanulság? Konklúzió. Hát egyrészt minket kell nézni, mert nálunk van az összes igazság. Mi mondjuk a tuti. Nem oda álltam. Ja, ott nincs senki most. A Csabinál van, mert te vagy most oda, hát nálad van az összes. Szóval igazából az lehet ebből a tanulság, hogyha a virtuális világ helyett inkább minél többet próbál meg motorozni. Az a biztos. Igen, bár mondjuk tényleg túlódunk ebből, tehát hogyha reálisan nézzük a dolgokat, akkor nekünk vannak ilyen szentimentális, romantikus gondolataink, de túlódunk el abba a világba, vagy abba az irányba, hogy letolja a forma a 8 óráját, 10 óráját, amelyik dolgozik, utána beül a gép elé, és egyszerűen ezt a világot itt hagyja. És tényleg azért nézik másoknak a dolgait, meg azért van egy virtuális térbe, mert valójában abban lassan tevődik át, és abba a világba él, nem ebbe, mert ebbe a mókuskerékem kívül semmi
inger gazdag dolog nem történik vele. Szerintem ez a titka a valóságsónak is. Más életét éled, már azt lesett, hogy más mit csinál, mert nem akarod a sajátodat jól megnézni, mert lehet, hogy nem örülnél neki. Bezzeg a miénk, ugye? Mi motorozunk. Igen, hogy nézzük a hasznosságát. Figyelj, a motorozás... Influencereknek. Igen, de az azért az jó dolog lehet, amit a Péter mondott, mert ez a motorozás nem rossz dolog, sőt, én egyre inkább azt mondom, hogy most mivel azért be voltunk ide zárva, vagy be vagyunk zárva, vagy valami van, tehát nem nagyon tudunk menni. Én már várom, hogy lehessen menni a tengerhez, meg lehessen nézni, mert azért egy naplementébe belemotorozgatás, akár csak a horvát tengerparton, azért az ad egy olyan emocionális töltést, amire azt mondott, hogy na hát azért ez érdemes volt. Amit bármilyen Instagram poszt nehezen ad vissza. Igen. Én nem is vagyok jó ebbe, tehát amikor elmegyek barangolni, túrázgatni, akkor mindenki tódul és beáll, és az összes hegyet lefotózza maga mögött az ilyen olyan hágókon, meg a táblákon. Én csak nézek, és azt mondom, hogy itt most jó. Múlt hétvégén volt egy kis jó idő, és a 47-es főút mellett állt egy GS500, amit látszott, hogy nagyon nagy műgonddal próbált befotózni a gazdája, hogy egyébként annak nem hiszem, hogy van egyébként közlésértéke. Hát ez megint a kifele élés szerintem, tehát hogyha tényleg ezt a hétvégét megnéztél, mindenki dobálta, hogy hol volt. És tényleg nagyon faszák a srácok, hogy ebbe a kőkemény 12-16 fokos téli időbe elmentek motorozni. Nagyon jó, mert idáig 20 fok alatt nem motorozott senki, tehát jó irányba haladunk. Egyrészt melegebb van télen, másrészt meg többen bevállalják már ezt a hűsöbb időbe való motorozást. De tényleg néha az úgy tűnik a social médiában, hogy ők elmennek valahova, beállított kép és hőskölteményt kerítenek, pedig... Közben meg átmentem a szomszédvárosba meg vissza. Ja. De különben meg nem is az az érdekes, hogy rád felnézzenek a többiek, hogy te most elmentél motorozni, hanem hogy motorozzál egy jót, azt élvezzed. Igen. Jó, természetesen, aki összehozta a kettőt és csinálta motorozásáról fasz a képeket, az nem olyan rossz, de hozzáteszem, hogy ha már itt tartunk, amikor betoljátok a szántásba a sportmotort, és csináltok róla egy képet, az nem jó. Ez a sportmotornak a terep az nem egy természetes közege, másrészt az nem háttér, tehát az nem jó. Ha csinálsz képet, találd ki a képet. Azt, hogy csak mész, az valahol lősz egyet, attól még nem leszel. Tehát az ami nem adtad át, amit szerettél volna szerintem. Tegyél bele energiát, keress egy jó képet, és én az összes jó képedet lájkolni fogom, azt tudni. Peti is? Peti nem, Peti kritikusabb. Influencerekkel kapcsolatban szerintem mi nem értjük a világ szavát. Több, mint valószínű. Mert hogyha értenék, akkor lehet, hogy mi is sikeres influencerek lennék, és több százezeren követnének minket. De van egy pár dolog, én azt gondolom, amit el kell engedni, és ennyit tudunk csinálni, hogy észleljük a jelenséget, és egyelőre még nem értjük, aztán majd ha értjük, akkor elképzelhető, hogy mi is megindulunk. Egyelőre itt a partvonalról nézegetve gyártjuk a saját tartalmainkat, és reméljük, hogy szórakoztatunk benneteket néha, téged néha, úgyhogy ha ez így van, akkor gyere legközelebb, és most megköszönjük, hogy itt voltál. Legjobbakat!